A Tech 2-t nézzétek itt, és ahogy látjátok, itt van egy Sony PlayStation 4 konzol itt, amit most kezdőbe fogunk venni. A Gamescomhoz képest most tényleg meg is tudjuk érinteni, meg tudjuk nézni így első kézből. Van egy Blu-ray drive, és van a tetején persze az új DualShock kontroll, és ahogy látjátok éppen a háttérben egy kicsi Killzone játszódik, de külön mint azt is most igazából csak a hardware-rel akarunk foglalkozni, mert a szoftvert majd később szabad csak lefilmezni. Van benne persze kettő USB csatlakozó elő, hogy fel tudjuk tölteni a kontrollert, amit persze ugyanúgy USB-n lehet majd feltölteni, ezt majd részben részletesen itt mindjárt megmutatom. Van egy persze egy kis Sony logó itt a tetején, itt jön be majd a drive, és itt a tetején látjátok, hogy így nem enyhén világít is a kis konzol, amikor be van kapcsolva, elég jól néz ki, de új lenyomatok is elég hamar látszani fognak rajta, hogy látjátok, itt éppen csak kicsit hozzájátem, plusz a tetején még főleg glossy az egész. Hogyha megnézzük hátulról az egészet, akkor látunk néhány portot majd, mint ahogy van rajta egy SPD, HDMI, hálózat csatlakozó persze, meg USB 3, különben persze még áram is megy bele, és igazából mennyi is, meg Kensingtonnal akár mit le is zárhatjuk úgy, hogy ne lopják el otthonról. Különben, hogyha megnézzük a kontrollert, hogyha már itt van a tetén, akkor látjuk, hogy ide megint ilyen felirat tudunk simán bedugni, ide plusz más csatlakozója is van. Itt egy elég kellemes kis, hát igazából úgy, mint a réginél, kényelmesen lehet majd tartani és játszani is vele. A gombok mérete nem változott, de különben a opció meg a share gomb az itt még külön jobbol, meg baloldalt van a nagy touch felület mellett, amit amúgy meg is tudunk nyomni. És van benne mono hangszóró, és van egy PlayStation gombja, és itt még van egy csomó gombja is, amit itt, ahogy látjátok, tudunk használni majd az eddigi funkciókkal, meg kicsi fény, gondolom azért is benne van, hogy majd az új kamerával tudjuk használni, és micro USB-vel kell feltölteni, itt az alján, meg itt még egyszer látjuk azt is, hogy itt persze, hogy van összerakva, sima csavarokkal, akár szét is tudjuk majd szedni is. Moddolni kellemesen a súlya 211 grammal, a konzol önmaga az persze egy kicsit nehezebb, nagyobb, és november 22-től, vagy 29-től már kapható is lesz. Akár Magyarországon is 22 játékkal, azt hiszem, köztük a Killzone, amit itt tényleg látjátok, nagyon szép grafikával, itt majd még részletesebben be fogjuk nektek mutatni. Köszönöm, hogy néztetek, nevem Gal Balázs, és legközelebbig.